A műsorvezetőt öltöztette a Silka Fashion. Nálunk az elegancia evidencia. www.silkafashion.com. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagyon kedves vendégei vannak ma a Párosan Szépnek. Hogyha megengeditek, akkor először Kanizsai Szilka Ágnest köszöntöm, utána a túloldalon, a rendező jobbon Vince Lilla és Kanizsai Tibor, Ágnesnek a fia. Mert itt tulajdonképpen az első találkozásom az volt, hogy meséltek arról, hogy jön a Kanizsai Szilka Ági a társával. Én láttam ilyen képen meg minden, és akkor úgy mondom, de jó lehet a társam. És akkor kiderült, hogy a fia. Hogy alakult ez a dolog, hogy úgy hívja Tibort, hogy a társam? Hát úgy, hogy a cégemben tulajdonos lett. A cégünkben tulajdonos lett. És akkor ezért a társ, tehát első a munka ezek szerint. Nálunk mindig az volt. Itt két balatoni lány is itt van, ugye? Lilla, ti mióta ismeritek egymást az Ágnessel, mert te nagy rajongója vagy, ő pedig a te nagy rajongód. Igen, hát ez egy barátságból indult, ugye a Balaton összeköt mindnyájunkat, én ugye siafoki születésű vagyok, ott éltem nagyon sokáig, mai napig is a szívem ott tart, és hát Ágékat egy másik közös barátunk által ismertem meg, és nagyon hálás vagyok az élet, meg sokat összejártunk, és azért Ágék majd biztos mesélnek arról, nekik az életükben egyébként továbbra is működik, fantasztikus vendéglátók voltak mindig is, és oda jártunk a Balatonon a barátaimmal hozzájuk a gyönyörű éttermükbe, és akkor ebből egy olyan barátság lett, meg Kaposvárra is jártunk a közös barátokhoz, és amikor Ági váltott igazából, majd erről nyilván mesél, hogy miért, akkor meg én örültem meg, hogy ebből a barátságból, meg a Balatonon túlból lett egy budapesti találkozás, és ez pedig a Szilka Fashion, ami az Andrássy úton megnyílt, és onnan az első utam oda vezetett, és nagyon boldog vagyok, mert azóta is itt a közösen együtt dolgozunk, és ez azért hangsúlyozom, hogy ez nem csak munka, hanem tényleg egy ilyen nagyon régi kedves. A gyerekeket, a kisfiúkat nagyon régóta, a kisgyerekkorok óta felnőni láttam. Tehát most, hogyha Tibor, aki ugye kora ellenére egy nagyon tapasztalt üzletember vagy, megsértődnél le azon a kérdésen, hogyha feltenném a kérdést a nézőknek, hogy most vajon mi a Vörös Október férfi ruhagyár, vagy a Május 1 ruhagyár ruháiban vagyunk? Akkor a Vörös Október, vagy a Május 1, vagy mi a megfejtés? Rábízom, Péter. Tehát itt az egy közös dolog bennünk, hogy mindenki Szilka ruhában van. Na most itt ez egy nagyon regényes történet, és tulajdonképpen egy személyes történet, és én Ágnesre vagyok kíváncsi, aki ugyan még nagyon fiatal, de egy ilyen 20-30 évre nyúlik vissza ez a vendéglátós kezdetű történet. Úgy tudom, hogy már akkor, amikor még nagyon kevesen tudták a saját elképzeléseiket megvalósítani, Ágnes már akkor kitalált egy olyan éttermet, meg kitalált egy olyan lehetőséget, amiből elég híres hely lett. Igen. Hát még a rendszerváltás előtt, igen. Tehát én kebbines üzletvezető voltam, és egy olyan szociális éttermet vettem ki egy áfésztól, hogy Isten igazából mindenki megválogatta, hogy egyáltalán megálljon ebbe az üzletnél. És a kicsi tudásommal, nagyon fiatal voltam, 18 éves, terítőt, élővirágot tettem az asztalra, tehát ami abban az időben ugye nem nagyon volt szokás, főleg egy balatoni éttermekben, azt úgy megpróbáltam, és természetesen nagyon finomat és nagyon jót. Most ha visszamegyünk az időbe, és a Balatonra, abban az időben az volt, hogy rengeteg lengyel turista volt, kuponosok voltak, és általában mindenhol átvágták őket, tehát, hogy nagyon drágán adtak el nekik, nem bélszint helyette, sertéshús vagy valamit, és nálunk meg azt kapták, amit rendeltek, és nem csak a lengyelek, hanem a németek is, ugye akkor még külön volt a keletnémet és nyugatnémetek, és nagyon-nagyon hamar megkedveltek, úgyhogy nagyon hirtelen, talán azt hiszem, hogy az üzletünk második hónapjában olyan volt, hogy minden este telt házunk volt. Kevés volt az alkalmazottunk, és a kollégánk, de megoldottuk. Diákkoromban elég sokat, több nyarat dolgoztam a Balatonnál, és hát charlingereskedtem, pincérkedtem is egyébként. Siófokon. Csak nem, azért nem akartam a Siófokot mondani, mert egy ilyen üzleti titkot azt nem tudom, hogy elárulhatok-e. Mondták ezt, hogy most ezt tálaljuk kettébe. Mindig mondták a felírónak, vagy hogy hívják, hogy ezt kettébe tálaljuk. És aztán körülbelül két hét múlva tudtam meg, hogy az azt jelenti, hogy az egy adag
húst, aminek két szelete volt, az két külön adagot. Akkor ezek szerint ott a Ágnes féle étteremben ez nem volt ilyen. Minden volt. De úgy, hogy úgy rendelte a vendég, hogy fél adagot kérte. Ja, hogy akkor megfizette, annyit fizetett érte. Abszolút, vagy amit a vendég kérte. De egyébként tényleg, tehát a kettébe találás az nem azt jelentette abban az időben, hanem abban, hogy fél adag ételt kaptak teljes három. Aha. Azoknál a pincéreknél és azoknál az éttermeknél, ahol ez volt. És ugye ehhez képest nálunk, meg mindjárt, tehát hogy becsületesen szolgáltuk őket, és akkor adagot, amikor lett rendeltek, és azt fizették érte. Tehát a nehezebbik utat választotta a korábbi, de tulajdonképpen megéri. Ez egy érdekes egyébként, hogy ez Balaton Márián, hát az nem a legfrekventáltabb hely, hogy végül is egy nagyon virágzó éttermet sikerült csinálnia. Balaton Mária fürdő alsó, ha ezt így mondjuk. Bocsánat, tehát, hogy igen. Azért fontos, mert tényleg Balaton Márián és Balaton keresztulán az összeér az, aki rengeteg étterem van bent a centrumban. És meg én meg teljesen így a Mária alsói, tehát egy elszaparált nagyon messze mindentől, és de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon-nagyon jó volt. Ez volt a kezdet, ez volt az első olyan, ami az én nevemem, rá egy éve az én nevemre került, mert akkor lehetett az, hogy szerződéses üzletvezetőből ugye átmentünk ahhoz, hogy bérleményes üzletvezető lettem, mert az akkor volt. Tibor, te mikor kerültél be a vendéglátásba? Mert azóta már ugye főiskolát, egyetemet végeztél ebből a történetből, ebből a témából, igen, vendéglátásból, hogy te mikor kerültél bele ebbe a szakmába? Mert úgy hallottam, hogy elég fiatal, egész pontosan. Tanúsíthatom. Inkább úgy van, hogy mindig volt valami feladatom, ami a vendéglátás terén volt. 5 éves korom volt az. Igen. Volt, amikor a homokozóban a gyerekekre vigyáztam, és hátulról, a konyháról csentem ki nekik a görög dinnyét. Igen, ezt hallottam, hogy ott elláttad őket. Mit jó vendéglátó. Igen, homokozóban, elég fura látvány lehetett. De tényleg nagyon-nagyon. Volt, amikor csak a kenyeret vittem ki a másik felszolgáló után, a gulyáslevesekhez vagy a halászléhez, de mindig dolgoztam, és mindig is a vendéglátó. És ez azért volt, mert a mama szigorú volt, mert ugye ő volt a főnök, vagy pedig te magadtól egy ilyen... Mindig úgy tudtam megcsinálni, nagyon szigorú volt. Meg úgy gondolom, ez a mai napig is, mint szülő, nagyon szigorú. De mindig az egész életemben tudta a karrieremet úgy irányítani, vagy segíteni, hogy ezt ne szenvedésként éljen meg, hanem szívesen tudja dolgozni benne. Biztos, hogy voltak nehéz pillanatok, biztos, hogy én is lázadtam, amikor a mosogatóba kellett dolgoznom, mert azt is meg kell tanulnom, és ott is részt kellett vennem, de azt gondolom, hogy ennek az eredménye az, hogy most képes vagyok egy üzletnek a vezetésére. Nagyon fontos, amit én végigláttam az évek során, hiszen mondom, két kis fiút láttam, most visszanézek visszapergetem az éveket, és azért ez ma is azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a családokban így lehetne nevelni a gyerekeket, mert valójában abszolút önálló lett a Tibor is, Tibike, és ugyanakkor meg mégis a mai napig azt az egyensúlyt, azt gondolom, hogy fantasztikusan művelik, ami egy igazi családi kapcsolat, de nagyon, nagyon tetszik ennek a stílusa, a műfaja is, hogy egészséges megmaradt a kapcsolat, tehát nagyon sokszor hallunk arról, hogy a családi vállalkozások is ugye bonyolultak, de ez annyira nekem példaértékű, ahogy kommunikálnak, ahogy egymást segítik, és olyan emberileg az üzleten túl is van élet. Erre szoktam én, mint zenész mondani, és valószínűleg azért is vagyunk barátok, hogy nem csak a profit a lényeg, de erről azt hiszem többet fogtok beszélni. Áginak a szemlélete is nagyon tetszik, hogy nem csak a pénz van emögött, hanem egy szemlélet, szeretet, egy családcentrikusság, és valószínűleg az köt minket össze. És a teljesítmény ilyen szinten. Te hány centi magas vagy? Az lényegtelen. Néha de sokkal több, mint ami vagyok. 150 körül, ugye? Sokkal. Hogy lehet így? Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy te hány centi vagy, te nem tudod. 1.97. Ezt most csak azért mondom, mert ugye az előbb mondtad, hogy a Tibike, érted, és amikor így egymás mellé álltunk, akkor körül ilyen könyök. Igen, de a Tibike ott marad nekem, mint Tibike. Hát én a Lillánál még Visegrádon? Nem tudom, igen, Visegrádon is. Én töltöttem ott nála egy-két hetet, tehát tényleg nagyon rég volt a jövő. És akkor még apró gyerekkorod van, igen. Hát a gyerekek voltak. Ha egy kicsit visszatérünk arra, hogy mennyire vettek részt, mind a két fiam van, és mind a két fiú van, én próbáltam. Roland a másik. Igen, én próbáltam nagyon szigorú és nagyon jó anya lenni. Ezt nem tudom ennek az egyensúlyát, ez hogyan lehetett, de azt gondolom, hogy sikerült megoldani, mert nagyon sok szülő, jó módú szülő, vagy aki megtehette az adott némi pénzt, hogy menjen le a partra a gyerek. Én meg azt mondtam, hogy van 5 hónap a Balatonparton, amit nekünk végig kellett dolgozni, nem legyenek ott mellettünk, lássák azt, hogy a szülők is mennyit dolgoznak, és azt gondoltam, hogy
akkor tudnak igazán jó vezetők lenni, hogyha egy étteremnek minden folyamatát tudják. Tehát, hogy ne az legyen, hogy majd valaha átveszik az éttermet, és a tulajdonosok gyereke, hanem az legyen, hogy igenis végigjárta a ranglétrát, és mindenhol dolgozott. És igen, az is volt, hogy abszolút lázadott, amikor egy új dologhoz állítottam be, hogy ő ezt nem tudja, ezt nem is akarja, és mégis megcsináltak mind, és mind a kettő. És 23 évesen lett mind a kettő önálló üzletvezető, úgy, hogy 30 embert, sőt, olyan dolgozókat, akik már előtte nálunk 10 éve ott dolgoztak. Itt tehát, a kulcsiga. Igen, hogy sokkal idősebb embereket. Ez volt mindig a legnehezebb pont, amikor annyitól nagyon sok mindent megörököltünk a vendéglátásban, így alkalmazottakat, kollégákat, dolgozókat is, és partnereket, és beszállítókat is, és én nekem kellett olyan embereket vezetnem, illetve döntenem, akik lehet, hogy nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mivel 20-30 éve csak ebben a szakmában vannak benne. Amikor a szállítókról beszélünk, vannak olyan szállítóink, akik 17-20-25 éve szállítanak be az egységeinkbe, és igen, ők is néha hibáznak, és azt gondolták sokszor, hogy velük jobban lehet hibázni, és amikor ő is ugyanúgy oda pörkölt az orrukra, hogy ez nem olyan minőségű áru, ez akkor jöjjön ki, ez hogyan jöjjön ki, akkor csak úgy néztek, hogy hogyan lehet. Még egy mondat a vendéglátásról, bocsánat, hogy amit az anyu az elején elkezdett mondani, hogy ő abból tudott birodalmat felépíteni, hogy mindig becsületes volt, és amikor egy étel ki volt írva, abból valóban az volt, ami az étlapra volt írva. Ez sajnos nem mindig jellemző manapság sem a Balatonra. Hát régebben sem volt jellemző, de most sem, és a mai napig ezt én büszkén mondom, hogy amit én biztosan tudok, hogy az én általam vezetett étterem, illetve a testvérem által vezetett étterembe is mind a kettő a lehető legjobb minőséget adjuk a vendégeinknek, és azt gondolom, ez a kulcs. Na most, hogyha a Szilka szalonba bemegy az ember most az Annás úton, akkor így elolvad az ember, annyira kedves mindenki hozzá. Most annak idején a Balaton Mária fürdő alsó, jól mondom? Vagy fordítva kell, tehát Mária fürdő alsó. Alsó, tehát hogy ott is lehetett ennyire kedvesnek lenni, meg abszolút, érdemes volt? Tehát abszolút. Ezt értékelik az emberek, akik csak berohannak, hogy kajálnak valamit? Abszolút. Azt hiszem, hogy én abban vagyok a legszerencsésebb az életemben, hogy én 14 évesen Pécsen a Nádorba tanultam. Tehát egy olyan alapot vettem magamhoz, abban az időben 77, akkor minden, tehát nem nagyon voltak kedvesek, de a Nádorban minden eszköz meg volt hozzá, és ott mindenki nagyon kedves és nagyon aranyos volt. És soha nem felejtem, hogy rengeteg újságíró, író, idős hölgy járt be, és ott csak én szolgálhattam ki őket, jó néhányukat, mert hogy ilyen kis vidéki lány voltam, hátul fonott, hosszú, derékigérő hajjal, és talán kedvességem, igen. Tehát imádom az embereket. Tehát ez azt gondolom, hogy ez rám is van írva, hogy soha semmit sem kényszerből tettem, bármit csinálok, azt csak akkor tudom csinálni, hogyha nagyon szeretem. És ha emberek vannak benne, és ez mindegy, hogy vendég, vevő, vagy ügyfél, vagy bárhogy nevezzük, csak emberek legyenek. Tehát én nem tudnak egy irodába dolgozni. Mindenkitől elnézést kérek, de az Ágiból muszáj egyszer-kétszer így személyeskednem, hogy én amennyire tudom, egy nagyon csinos lány volt, van és lesz, hölgy, és hogy hát így 18 évesen ott egyedül Pécsett, ottan ezeket a férfiúi szervákat, ezeket hogy tudta kezelni? Mert ugye a vendéglátásban hát az óhatatlan, hogy ott egy csinos nő megy, jön, és akkor az ember azt mondja, hogy fú, de csinos. Én elérhetetlen voltam. Tehát ez csak így lehet. A vendéglátás, vagy bármiben, én azt gondolom, hogy ha egyszer is megérzik azt, hogy elérhető, akkor onnantól kezdve nem lehet, igen, nemet mondani. De én elérhetetlen. Tehát ott a beszólásokra olyankor mit kell csinálni? Reagálni kell keményen, most, vagy hát pedig nem reagálni? Attól függ, hogy milyen szintű beszólás volt. Uh-huh. De hát megvolt ez az eszköztár igen, akkor. Igen, hát azért igen. A számból sose volt kevés, vagy kevés, kicsi, tehát mindig nagy szám volt. Szokták régen is mondani, hogy Sáfi Áginak nagy szája van, de ő legalább dolgozik.
Most Ági, itt ülünk ilyen szuper elegáns cuccokban, és akkor eszembe jut ez a Mária fürdő alsó, most már egyre jobban mondom. Hogy, Balaton Mária fürdő alsó. Azt is mondjam, hogy Balaton? Jó, akkor Balaton Mária fürdő alsó, hogy akkor, amikor ez elkezdődött, akkor mennyire volt nagy a jólét? Mert ugye hát annak idején, ez ugye a 80-as évek végén azt mondják, hogy hát Balatonon egy étteremben azért elég jól lehetett keresni, de hát hogyha valaki rendesen odaadott mindent, amíg kellett, akkor nem biztos, hogy ilyen nagy habzsidőzsi lehetett. Hihetetlen szegények voltunk. Hihetetlen szegények. És én mondhatnám, hogyha odáig megyünk vissza, hogy 14 évesen albéletbe kerültem be Pécsre, és saját magamat tartottam már, mert a szüleim is nagyon-nagyon szegények voltak, sőt, amennyire tudtam, még én segítettem. Aztán utána nem egy gazdag férjet választottam magamnak, hanem pontosan ugyanaz szegényet, mint amilyen én voltam, és brutál keményen dolgoztunk meg mindenért, hogy dolgoztunk. És a vállalkozás és a merészség az soha nem állt messze tőlem, mert tudtam, hogy bízhatok magammal, a kitartásomban ahhoz, hogy soha nem fogom feladni. Hát ugye onnan kezdjük, hogy a Mária Bistró Balaton Mária fürdő alson, ami volt, az ott az első étterem, és utána 92-ben építettük a Paprika Csárdát, a Balatonfenyvesét, 5 év múlva tehermentesítettem, és 98-ban ilyen 30-36%-os hitelkamatok voltak, ilyen 89%-ban. A legrosszabb, igen, és én akkor építettem a Mária Bistrót, Balatonmenő fődösen lebontottuk, és az helyére építettünk egy Ági Steakhouse-t. Bocsánat, tehát úgy, ahogy volt, földig? Földig, teljesen. Hát ez, igen, egy szociális ingatlan volt. Uh-huh. Megvettük az áfésztől, és megvettem az áfésztől, mert a verzió, tehát mikor megcsináltuk a Paprika Csárdát, ami 500 méteren volt beljebb, és az Balatonfenyves alson, akkor mondhatjuk azt, hogy ha nem csináltuk volna a Mária Bistrót, akkor az konkurencia lett volna. Uh-huh. És ez nagyon jó bevezetett étterem lett általam, és akkor azt mondtam, hogy nem, megvettük. Utána 3 évig üzemeltük még úgy, és utána pedig lebontottuk. Szeptemberben még állt a régi étterem, és májusban, következő májusában megnyitva lett az Águs Steakhouse, ami kétszintes, és sokkal nagyobb, és nagyon. 89 millió forint hitelt vettem fel. Annyi, és az ki van fizetve? Ki, 36%-os hitelkamatra. Az mostanában nagyon sokan lennének, akik szívesen adnának. Tehát, még 20%-osra is. Mondani, hogy mennyire voltam bátor, vagy mennyire bíztam magamba, vagy mennyire bíztam abba, hogy akkor már ugye üzemelt a Paprika Csárda, az Ági Steakhouse, és még kivettem még egy véleményes üzletet, hogy biztosan a 3 üzletből tudjam fizetni a hiteleket vissza. A gyerekek, amikor megszülettek, akkor ők mibe születtek bele? Tehát ők már egy jobb helyzetbe születtek bele, vagy még akkor még mindig nagyon küzdős volt a helyzet? Na, attól nézzük, hogy mihez képest. Tehát hozzám képest királyi környezetbe születtek, mint amiben én nőltem fel. Uh-huh. A mostanihez képest meg sokkal szerényebb. Tehát ugye ez mindig a nézőpont kérdése. Én azt gondolom, hogy talán a Roland fiam még az anyósomhoz született, tehát ott laktunk az anyósomnál. Aztán a kicsim születésénél lett az, hogy építettünk egy családi házat, igen, Balatonfenyvesen. Volt olyan, hogy nagy bukta üzletileg? Soha. Tehát, hogy valami? Soha nem volt? Bocsánat. Akkor jó, csak mert azt akartam megkérdezni, hogy olyankor, amikor az ember egy hibás üzleti döntést hoz, akkor vajon van-e lelki fogadalása majd a gyerekekkel? Én nem gondolom azt, hogy lehet az üzletben hibás döntést hozni. Lehet az, hogyha nem elég kitartó az ember. Vagy nem, vagy könnyelmű. Vagy könnyelmű. Hmm. Ha már döntöttem, hogy valamit létrehoztunk, onnantól kezdve nem volt kérdés az, hogy csináljuk, vagy nem csináljuk, hanem az, hogy hogyan tudjuk a legjobban csinálni. Hmm. És ha most egy kicsit így visszagondolván, hogy nagyon nehéz volt mindig, igen. Volt a Balatonon angolnavész, volt a Balatonon, hogy kiszárad a Balaton, volt az, hogy nagyon magas a víz, volt az, hogy tele volt hínárral, moszottal, tehát, hogy nagyon... Csökkent a forgalom. Mindig volt, igen, valami, ami miatt mondhattuk volna azt, hogy csökken a forgalom. És minden nap mentünk reklámpapírozni, 88-ban reklámpapír... Tehát reklámnak a jelentőséget már felismerni, ez fantasztikus, igen, egyébként. 88-ban,
Mária Bistro, hol van a Mária Bistro? És így és ráadásul németül. Hát fantasztikus. Igen. No, akkor most egy nagyon őszinte vallomást szeretnék hallani, mert amikor valamelyik nap voltam benne a Szilkában, megbeszéltük ezt a műsort, akkor ugye jött egy vendég, és a megbeszélésből felpattant Ágnes, és azt mondta, hogy a vendég a szent, hogy vajon ennyi idő alatt, és Tibor, különösen számítok a te nagyon őszinte véleményedre, mert azért sokféle vendég van, és én amikor például suliskoromban pincérkedtem nyáron, akkor bizony volt úgy néha, hogy úgy nagyon közel voltam ahhoz, hogy ráborítom a fejére a levest, vagy kimentem és vertem a fejem a falba, vagy valami hasonló. Szóval, hogy ez a Szent a vendég című történet, szóval ez rendben van, hogy kifelé az ember megpróbálja tartani magát, de vajon befelé nem herótól be az ember? Ez nem egy túl jó kérdés. Tehát, hogy nem darálja-e fel az ember idegeit esetleg néha ez a helyzet? Őszintén válaszolok, vannak nehéz helyzetek, de a vendéglátás az ilyen, a tudja. Tehát a vendég, aki hozzánk jött, mindig jól vagy érez a magát. Ő azért fizet, hogy azért a mi vendégünk, hogy ott úgy legyen vendégül, látva, hogy ő boldogan és jókedvűen menjen el. Mert különben legközelebb nem hozzánk fog jönni. Tehát ez egy ugyanilyen szakma. Természetesen ugyanilyen van, amikor fáj a fejünk, fáj a fogunk, ugyanilyen ki kell mennünk és mosolyognunk el. Akkor nem mondom, hogy mindig 100%-osan őszintén, de hogy az ember ezt hosszú távon nem őszintén csinálja, nem fog menni. Tehát, hogyha valaki mondjuk hepciáskodik, hogy kevés a bababab levesben, akkor inkább kompromisszumot kötsz? Akkor megoldunk. Tehát ilyen esetben tehát akkor inkább mindig a megoldás. Igen. Akkor is, hogyha vendének igazán, akkor is, ha vendének nincs igazán. Ott mindig a megoldás a lényeg. Vagy viszünk egy ajándékoktélt, vagy tehát mindig. Hogy elégedett legyen, mindig, tehát igen, az a lényeg, hogy úgy menjen vissza, hogy... Pontosan, és nem egy decibabra sem fog múlni az egész vendég, hanem azon fog múlni, hogy jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát. Uh-huh. Mindig orvosolni kell ezeket a problémákat, és orvosoljuk is. Nem, ez egy nagyon érdekes helyzetben voltam egy ilyen dunakanyari étteremben külföldiekkel, és valahogy a halászlé az nem volt igazán oké, és emlékszem, hogy negyed órát próbálták a büdös halászléről magyarázni, hogy ez rendes, hogy ez a halászlé. Hát gondolom, ilyen abszolút nem fordulhat elő. Nem fordulhat. Tényleg mindig a vendég az vendég. A vendégnek mindig igaza van. A vevőnek is mindig igaza van. Én nálunk soha nem fordult elő ilyen, hogy valami büdös legyen, és néha volt úgy, hogy igen, a konkurenciától, vagy bárhonnan, vagy annak valamilyen ismerőse, vagy őt nálunk, és azt igen. És akkor annyit szoktam mondani, hogy bármi más, tehát sósotlan, kevés, sok, mindent elfogadok, egyetlen egyet nem fogadok el, hogyha azt mondaná rá valaki, hogy büdös vagyok. Képes voltam, amikor azt mondta, hogy ez a hús, vagy a... Tehát azt hiszem, talán az egész pályánk alatt, vagy a pályafutásunk alatt kétszer történt ilyen meg. Az is egy nagyobb reklám után, vagy valami, amikor hirtelen nagyon megindult nekünk. És a többieknek meg kevésbé. Nyilván, akkor kivittem az egész tálca húst a konyháról, gyönyörű szép rózsa, tehát nyilván, és bemutattuk. Igen, mindig is friss volt nálunk az állat. Akkor a forgalomban hál az égnek az éttermekből, hogy folyamatosan cserélődik a raktárkészlet. Én sem emlékszem sose ilyenre, hogy ilyen probléma lett volna, hogy bármiféle büdös hús, stb., amik hallatszanak. Olyanban én futottam bele, már pedig nagyon régi és jó partnereink vannak, beszállítóink vannak, hogy maga a beszállító, az áru átvétel, akkor észrevettük, hogy valami nem simlis. Nem simlisek, de azt mondom, hogy amikor átveszünk több mázsa árut, és azokat folyamatosan átvizsgáljuk és átnézzük, és úgy tesszük be a mi raktárainkba, ott náluk is előfordulhatnak hibák, abban a pillanatban orvosolva ezek a dolgok. Ez a mi érdekünk is. Hát igen, meg ez egy bizalmi kérdés. Gondolom, hogy ez egy érdekes, hogy az ember nem is gondol erre, hogy hány emberrel kell bizalmi kapcsolatban lenni, mondjuk ahhoz, hogy egy éttermet működtess. Te most nyáron csináltad ezt a fenyvesi paprikát, ugye? Nem, én a másikat csináltam. A másikat csináltam. Testvéret csinálta. Én a steakhouse-t csináltam. Steakhouse-t, akkor a steakhouse van ott körülbelül, az Ágész steakhouse. Azért van egy kis felkészülség a dologban. Igen, ezt az Ágiszt most nem kérdezem meg, hogy miért Ágisz. Tehát a lényeg az, hogy körülbelül hány vendég fordult meg ott nyáron, ugye? Te egész este későig van nyitva. Igen, ugye nagyon meghosszabbítottuk a nyitvatartást, éjjel 2-ig nyitva voltunk. De azt kell, hogy mondjam, ezt így nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi vendég. A főszínomban napi 500 főételt kiadtunk. Uh-huh. Plusz jöttek rá a koktélok, plusz jöttek rá a salát, a desszertek. Tehát itt most főételről beszéltem az 500. Mm-hmm. Itt ugye arra kell odafigyelni, hogy nálunk az étteremben már nem a megszokott vendéglátás van. Tehát mi is próbáltuk
haladni az idővel, illetve kicsit inkább előtte lenni, és az iránymutatók lenni a Balatonparton legalábbis. Úgyhogy alaposan, szépen vannak kitálalva az ételek, és nem csak fel van téve egy sablon dekoráció, és megy a vendégnek. És azért úgy képzeljük el, hogy hozzászóljak, mert ugye járunk is oda, de már duplán is, nem csak barátként, hogy nagyon szép nagy teraszt képzeljünk el, aki el fog jönni legközelebb, kedves nézőnk, Balatonra. Parttól egyébként nagyon közel van, érdemes még úgy is menni, hogy az ember kisétál, és hát zenés esték is voltak igen, már idén, ami fantasztikus. Rá akartam térni erre egy kicsit, ugye annyit változtattunk az eddigi koncepción, hogy ilyentől kicsit ilyen szórakozó helyessé próbáltuk alakítani az esti időket, tehát a vacsora az ugyanúgy megmaradt, mert eddig 100%-os kapacitással működött a vacsora, abban nem akartam semmiképpen se belenyúlni. Úgy gondolom, hogy ezzel több vendéget sem tudtunk volna a vacsora időbe fogadni, egyetlen egy dolgot tudtunk tenni, hogy megnyitottuk ezt a vacsora időt, és kicsit átmentünk az éjszakába és a szórakozóiparba. Bocsáss meg, hogy közelszólok, hogy nagyon jól értesz a komputeres dolgokhoz, tehát ilyen IT szakembernek számítasz tulajdonképpen a szememben mindenképpen, és a világításhoz, a színpadhoz, egyebekhez. A kérdésem az az, hogy diszkózni is szoktál esetleg, vagy azt nem? Azt nem. Tehát nem, én csak nagyon ezt szeretem ezeket a dolgokat. Mondanám, hogy hobbim. Aha. Nem tudom, hogy miért, de kisgyerekkorom óta emlékszem, mert a szobámban is mindig ilyen dolgok voltak. Nem tudom, hogy miért. Most az étteremben is egy ilyen beruházást csináltunk, és hála az ének egy elég komoly fényhangtechnikát építettünk, és ebből adódóan csináltunk koncerteket nyáron, és a Lida többször is a vendégünk volt. Gyönyörű estéket csináltunk, és tényleg hála az ének, büszkén mondom, hogy azok az esti órák is folyamatos tápházam voltak. Akkor, hogyha ilyen 14-15 éves korod körül kellett volna, és most ne lepődj meg ezen a kérdésen, és próbálj meg tényleg elgondolkodni, kellett volna egy ilyen fogalmazást írni. Tudod, volt a suliban ilyen, hogy látom az én anyukámat. Akkor te akkor ilyen 12-3-4-5 éves szemmel hogy láttad édesanyádat? Mert szerintem pont abban az időben én nagyon jó voltam anyuval. Tehát az a nem mindig jó voltam, csak most a Péter, amire gondol, én abban akkor kiemelkedően jó viszonyban voltam. De hogy láttad őt, szóval, hogy ilyen... Én mindig felnéztem, hogy a mai napig. Tehát én most a Szilkában attól feltétlenül, mert mindenhol úgy jelenünk meg, hogy 50-50 százalékos társként, tehát tényleg teljes partnerként veszek részt a munkába. Én mindig elmondom, hogy ennek is olyan motorja. Tehát én amit most besítek, az annyi, hogy próbálom tökéletesíteni, és amit majd később volna beszélni fogunk, tehát világmárkával növeszteni ezt a brandet. Ez egy nem kis feladat, nem kis munka. Rengeteg kitartás, szerintem sok veszekedés, vita, de amit biztos, hogy elmondhatok, hogy egy percig nem tudunk egymásra haragudni. Tehát nagyon sokat, de tényleg van sok vita, de ezek üzleti dolgok. Ez építő. És itt szokott egy kicsit belefolyni az anyafia kapcsolat. 12 évesen, hogy néztél rá. Mi volt 12 évesen? Ja, én így indultunk, kicsit elkegyerődtem. Sokat tudok beszélni. 12-13. Nem, nagyon, én felnéztem annyira akkor is. És az, hogy ők mind a ketten a vendéglátást választották, az bocsánat, hagyj válaszoljam én meg. Mert most, amit akartam mondani, hogy nem volt beleszólása. Én, amikor hazamentem az általános iskolába, és a továbbtanulási papírom otthon ki volt töltve. Ez úgy képzett, szó szerint ki volt töltve. Uh-huh. Bele volt írva, hogy kezdjél menni, lehet a szakközépiskola, és hogy nekem oda kell mennem továbbtanulni. És álltam ott furán, hogy egy második, harmadik variációt nem írunk be. Egy variáció volt, Keszthelyi VFK, semmi más nem úgy volt, hogy hármat kell beírni, ugye? Három, nem, hármat lehetett, aztán kettőség volt. Igen, és én, na jó, azért, hogyha kicsit visszamegyünk még ebbe is az időbe, a Rolandnál volt úgy, hogy a Roland általános iskolás lett a nagyobb fiunk, és nagyon kimagaslóan jó volt matematikából, meg úgy mindenből, és akkor azt mondta, az én kis olyan vagy ügyvéd, jogász, bármi legyen belőle, csak ne vendéglátos legyen. Gondoltam, és akkor minél jobban toltam el a Rolandot a vendéglátótól, hogy tanulj kis olyan, biztos, hogy nagyon jó lesz ez, ő aztán csak egyre jobban a vendéglátó felé jött. A kicsinél már tényleg így volt, hogy ott nem is toltuk el, ott már teljesen bele is. Én meg azért is gondolkoztam ezzel a dologgal, hogy mi lenne, ha nem vendéglátósnék, de hát ez nem volt már kérdés. Egyébként mi lettél most tényleg? Mi az, ami? Vendéglátós. De ha mégsem. Nem tudom. Ha nagyon nem írja azt a vélszert. Nem tudom, ez nem volt. Hát talán, ahogy én tudom, talán nőgyógyász lett volna, de nem tudom biztos, hogy ahhoz van elég affinitása. Mármint a gyógyításhoz, nehogy félreértsétek. Ági most nagyon morcosan nézett. Most tudom azt mondani, hogy mindenki magából indul ki.
De kedves, hogy köszönöm. Köszönöm. Nagyon kaptam, köszönöm. Tehát a párom is megnézve szabadásban. A helyzet ugye megváltozott, azért ez a nehéz helyzet. Na most akkor, amikor valamiféle ilyen jó élet kezdődött, amikor elkezdett menni a két étterem, akkor például az irigykedés az megjelente így a környezetben, meg a régi barátok megmaradtak-e, a régi ellenségek felerősödtek-e, vagy milyen változás volt ugye, mondjuk így, hogy a kis társadalmi életben? A régi barátaink azok megmaradtak, abban nem volt semmi gond, de természetesen irigyek mindig voltak és lettek, és én azt nagyon szerettem, amikor ugye előttünk, az mi éttermünk előtt mentek le a Balatonpartra, és majd megszakadtak a gumimatracnak a cipelésétől lefelé, és mindig azt mondják, hogy Ági, neked olyan könnyű, mi meg ott álltunk a 70 fokba az étteremben, vagy a konyhában éppenben, és talpig beöltözve. És ők meg mentek pancsizni. És ők meg mentek pancsizni. Volt olyan éttermes, talán már az utolsó, már nem az én éttermes, mi voltam az utolsó ötödik évben, hogy azt mondja, hogy én kinyitok, te bezársz. Sakmat. Ja, igen, nem, ki volt sakkozni, bocsánat, ez tényleg igaz. Ki volt sakkozni, sakpartira, nagyon szerettem régen sakkozni, és nem is voltam egy rossz sakkozós. De ez csíkos ez a ruha, azt hittem, hogy kockás, de nem az, igen, nyitott, figyelek. És azt mondta, hogy én nyitok, te zársz. És mondom, hogy én is nyitok, és te is nyitva maradhatsz. Szóval így ment ez a dolog tulajdonképpen? Igen, megnyertem a sakpartit, és soha nem kívántam, tegyük hozzá, de 3 év múlva bezárt, mert olyan 100 méterre nyitott rám egy éttermet. Uh-huh. És nagyon szépet, nagyon modern, és nagyon felszerelt volt. Igen. Tehát szó szerint ott az egy konkurenciát kellett benne látnunk. Ez egy érdekes nálunk egyébként. Külföldi helyeken hallottam, hogy vannak bizonyos jogszabályok, hogy bizonyos méternél közelebb nem lehet konkurens hasonló üzleteket nyitni, és a többi, és a, de még fűszerboltot sem. Magyarországon is így volt régen. De most már nincs így. Igen, és ez azért nem annyira, hogy is mondjam, kedvez azoknak, akiknek megvan a jól menő üzletük. Valamikor mikor nyílt Hévízen a bolt? 2012. 2012-ben, és én ott voltam, Keszthelyen meg Hévízen, és láttam egy ilyen nagyon, nagyon szép boltocskát, és akkor kérdeztem, hogy nem mentem be, mert nekem az túl előkelő volt, és mondom, hogy az egyik ötteni ismerősömnek, akinek van egy ilyen motele, kérdeztem, hogy micsoda, és mondta, hogy ezt valami csaj nyitotta, valami őrült csaj, mert biztos, hogy be fog bukni, mert hogy iszonyú pénzeket költött arra, hogy ez milyen jól nézzen ki, és hát, hogy ez nem egészen normális, hogy mielőtt egy fillért keres, azelőtt ilyen sok milliót belerak, meg stb. Na most ahhoz képest, hogyha jól tudom, akkor megvan ugye ez a hévízi üzlet, ugye? De visszatérve, tényleg róla mindig azt mondták, hogy én nem vagyok normális. Tehát amikor megnyitottam az első éttermet, Balaton, Fenyvesalson, a Paprika csádát, akkor is azt mondták, hogy fú, ide a Mária, vagy Fenyvesalsonra, ide nyitott éttermet, ekkora pénz beruházott. Fenyves is alsó, Mária az is. Igen. 500 méter aztán van. Utána, igen. Amikor felvettem a hatalmas nagy hitelt, a hatalmas nagy kamaton, azták, hanem most már tényleg megbolondult biztosan, tehát hogy ez már nem fog neki bejönni, mert saját maga a konkurenciát megépíti. Aztán utána, amikor átadtam a fiamnak, a nagyobb fiamnak az egyik egységnek az üzemeltetését, na, azt mondták, na, hát ez most már biztos, hát hogy az a gyerek hogy fogja majd csinálni, biztos tönkre fogja tenni. Aztán, amikor kivettem a Hévízen az üzletet, előtte egy bank volt ott bent, és azt mondták, hogy mit akar ez a lány itt? Hát, hogyha a bank csődbe ment, akkor én hogyan fogok ott fennmaradni? És erre mondtam azt, hogy ha ezt nem hallottam volna, akkor elkezdtem volna aggódni már. Mert hogy nyilván, hogyha mások ezt jó üzletnek vélték volna, akkor el kell gondolkoznom, hogy ez valóban jó üzlete. Úgyhogy így megnyugodtam, hogy akkor jó üzletet fogok csinálni. Én abszolút nem értettem abban az időben a ruházati kereskedelemhez, vagy azt hittem, hogy nem értek hozzá. Én egyetlen egy dolgot vettem figyelembe, hogy ami az életem során, az a kevés vásárlás alatt, amit megtettem, és negatívként éltem át, azt kijavítom. Tehát, hogy maga az üzlet úgy nézzen ki, hogy ha én bemegyek, akkor nagyon jól érezzem magamat. És az eladók azok úgy viselkedjenek? Az eladók úgy viselkedjenek velem, a próbafülke ne 50 centiszer 50 centis legyen, hanem 2 méteres, vagy 2 méteres, 4 méteres, hogyha egy örömanya vagy és egy mennyasszony egyszerre akar öltözni. Tehát, hogy... Elmosolyodtunk a Tibivel, hogy ez a 2 méteres, 4 méteres
Na mindegy, az elég hát nagy már, a lényeg, az, nem. Hát ha most visszamegyünk a kereskedelembe, és elmegyünk valahol bármilyen üzletbe általában, olyan picik a próbafülkék, hogyha ott elkezdünk, főleg, hogy a kabát is mennyi kilóba levenni, soromba érzek, rosszul megvilágítok, tükörben nézek bele, és három száma kisebb ruhát hoz be az eladó, és akkor a 20 éves, gyönyörű, szép, hibátlan eladó megkérdezi tőlem, hogy kicsi? Hát akkor hogyan megyek ki? Kimegyek depressziósan az üzletből, nem? Tehát na, erre próbáltam odafigyelni, hogy kedves eladóim legyenek, lehetnek fiatalok is, de legyenek középkorú és idősebbek is, legyen némi hibájuk, tehát hogy nem a top modelleket válogattam, inkább arra figyeltünk oda, hogy minél több nyelvet beszéljenek, minél jobban tudjanak kommunikálni, és minél alázatosabbak legyenek, mert az összes vállalkozásomnak, vagy vállalkozásomnak az alapja az alázat, amit az emberek felé kell, hogy mutassunk, és az üzlet felé. Nem hiszem, hogy sikerült volna bármelyik vállalkozásom, ha ezt egy ilyen fennhangon. Én nagyon-nagyon büszke vagyok, nem is vagyok szerény, hogyha magamról kell beszélni. De az az egy biztos, hogy a cégeinkkel, a vállalkozásaink szemben, a vevőink szemben nagyon alázatos. Itt ez egy kemény munkát jelent a csapatnak, és az mennyi idő alatt derül ki, hogy ebbe a csapatba valaki alkalmas-e, hogy ott legyen, vagy sem? Tehát egy nap alatt, rögtön, fél év alatt? Nem, ez Isten igazából szerintem sokszor egy hónap, két hónap van, hogy fél év, mire kiderül az, hogy mennyire tudja mondjuk előttem mutatni magát, és mennyire, tehát a vevőknél hogyan mutatja magát. Ez az elvárás, ez mondjuk a kereskedelemben általános, vagy ez egy ilyen fehér hollós? Nem, a mi vállalkozásainkban, abban mindig is az volt a legfontosabb, hogy mindegy, hogy értelmi vendéglátásról beszélünk, vagy ruházati kereskedelemről beszélünk, hogy nagyon kedvesnek kell lenni. Tehát én azt mondom, hogy mi vagyunk a szolgáltatók, és mindegy, hogy mit szolgáltatunk, hogy egy rántott húst szolgáltatunk, vagy egy nagyon drága öltönyt, vagy ruhát, akkor is szolgáltatók vagyunk. Ha már ezt említette, Ági, ezt a nagyon drágát, akkor itten az elején kérdeztem, hogy így rátehetem-e ezt, ugye, mert ez egy szilka öltöny tulajdonképpen, hogy így rátehetem ezt a zakót, és azt mondta, hogy nem lesz semmi baj, ez tényleg nem lesz semmi baj, tehát abszolút, nem. Ilyenkor nem aggódik, hogy te nem. Sem, Tibi, hogy összepiszkolom a dolgot. Én is sokat hordom a szilka öltönyt, és nem vagyok az a túl, aki nagyon odafigyel a ruházatára. Ha én nálam ez bírja, akkor biztos, hogy az első öltönyt úgy gyártottam, egy próba öltönyt, kettőt, hogy a két fiam tesztelte. Uh-huh. Na most a két fiamról el lehet mondani, nagyon szorgalmasak, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, de brutál trehányok a ruháikra. Brutál. Tehát náluk trehányok egyik sem. Tehát ővelük lett tesztelve. Ővelük lett tesztelve a cipő is, meg a ruha is. Nyilván mindent tönkre lehet tenni, beleakadhat, kiszakadhat, leöntheti, de hogy az alap, és nyilván, hogy öltöny és öltöny között különbség van, mert önön is, meg a fiamon is jelen pillanatban egy ragasztott öltöny van. Tehát nem egy kézzel varott, hanem egy gyárban, egy gyári soron végig ment, csodálatosan szép, hisz ebben a gyárban gyártották régebben a nagymárkáknak is. Ezt nem én raktam be, úgyhogy ez azért ilyen szép. Szerintem tökéletesen. Tökéletesen rakta be, Ági, igen. A szerénységem. Na most beszéljünk egy kicsit, a árakat ugyan konkrétan nem szabad említenünk, de annyit, hogy ez egy nagyon híres zakó, ezt már egyszer elmondtam egy műsorban, mert nagyon büszke voltam rá, hogy mert irigykedtek a barátaim, és mindig meg kell magyarázni, hogy tulajdonképpen ugye hát egyrészt ez nem is annyira drága zakó, másrészt meg ez egy olyan, amit így a műsorban felveszek, és aztán nem adhatok el. Tehát, hogy a lényege a dolognak ugye, hogy itt ilyen milliós nagyságrendre értékelték, mert volt ez a sztori, hogy az egyik miniszter úr neve rajta volt egy ilyen kidobott zakón, de hát most mondtuk azt, hogy te úgy eléggé el tudod használni a zakót, én is egyébként le is tudom önteni meg, és a többi, és a többi. Tehát most azon kívül, hogy ott láttuk azt a névhímzést, ugye, azon kívül azt nem is láttuk azt a zakót, ugye? Hát teljes képet nem mutattak róla arra a zakóra, hogy most pontosan. Megbeszéltük, hogy vevőkről nem adunk ki információt, vagy vásárlókról, de azt hiszem, hogy ebben az esetben pont a miniszter úr nyilatkozott az öltönyével kapcsolatosan, tehát egy kicsit felmentett bennünket ezzel a titoktartás alól. Én annyit szeretnék, hogy az öltöny, az 3 évvel ezelőtt
kettős fél éve ezelőtt volt, hogy bejött hozzám, és tényleg egy, nem egy kézzel volt öltöny volt, hanem egy ragasztott öltöny, tehát a ragasztott öltönyökre, amit tudni kell, hogy nem bírja a párát, nem bírja a mindennapos viselést. Tehát, hogyha elmegyek a trópusokra, akkor lehet, hogy ez egy kicsit tehát a ragasztás az elengedi a... Meg ha leöntöm például tejjel, vagy kakaóval, vagy majonézzel. Tej az még kijön, de majonéz az nem fog kijönni semmiből. Pedig szeretem a majonéz. Ketchup-al, mert ketchup-ot is szeretem. Az is még kijön. Tehát egy ketchup, meg egy majonéz. Tehát, hogy visszatérünk ezekre az öltönyökre, egy öltönyt egyik nap viseljük, a másik nap nem viseljük, meg ki kell, hogy szellőzön. Tehát a gyapjú és a bennet a vetexnek is, annyi kell, hogy ezt válfán fönn tartani, és kicsomagolva és szellőzni. Nem lehet minden nap ugyanazt az öltönyt hordani, és egy ragasztott öltönyről soha nem mondjuk azt, hogy ez örök életre szól. Tudjuk mondani egy bespoke öltönyre, ami teljesen kézzel vart, amiben úgy van belevarva a vetex, hogy egy kicsit keményebben álljon és szép legyen, az nyilván, hogyha csak vasárnap veszi föl a templomba, akkor az örök életre szól. Tehát, hogy egy normális viselettől. De az, aki reggeltől estig minden, arra repülőgépen becsomagolni, kicsomagolni, ideutazni, odautazni. Nagyon-nagyon támadták a miniszter urat, és nekem ebbe azért volt jó egy kicsit részt venni, mert most pontosan tudom, hogy mi a valóság, mi az igazság, és mit ír a média, mennyire túloznak el, vagy mennyire mennyire mondják azt, hogy 1 millió forint, tudom, hogy összegekről nem beszélünk, vagy milliós. Hát az, hogy ami nem, azt beszélhetünk, akkor viszont arról is beszéltünk, hogy én kiszámoltam ezt, ugye, mert én amikor megkapom, tudom, hogy mennyibe kerül. Igen, egy hetede, igen, még kevesebb is. Tehát több mint hetet lehet kapni. Igen, és az akkor beszélünk, tehát egy hetede. Hát adhattatok volna nem egy kicsit drágább zakót is egyébként, minden most már mindegy. És mi a felső, tehát 30 milliós öltönyt is lehet gyártani, hisz nagyon divat, sőt egyre nagyobb divat az, hogy az urak szeretik, hogyha brilliáns is van belevarva, vagy a gombjuknak a széle végig ki van rakva brilliánssal. Tehát nincs felső határ az öltönyben, mert ugye azt hallottuk, hogy 300 ezer forinttól 1 millióig kapható a zakó a szilkába, hát nem. Hanem sokkal a milliósnak az egy heted árától, és a csillagoség a felső határ. És ugye a miniszterünket nagyon sokan bántották, hogy nem becsültem meg az öltönyét, és engem felhívtak, hogy mennyire haragszok a miniszterre, hogy kidobta a zakómat. És mondtam, hogy csak azt kérdeztem meg, aki egy újság volt, hogy ezt most komolyan gondolja, hogy erre van ember, aki válaszol? Tehát, hogy annyira próbált provokálni, hogy mondjak valami olyasmit, ami esetleg a sajtónak jó lett volna, egy magyar külügyminiszter. Ha Tesco-s árukba jár, akkor azért szólják meg. De most tulajdonképpen te jól értesz a marketinghez, Tibi, hát ez végül is, már bocsánatot kérek, legyünk őszintek egymáshoz, hogy ez azért egy reklám volt, hogy végül is egy ilyen szakmában 3 évig tudták oldani a zakótokat, ez ilyen szempontból egy garancia. Beszéltem egy barátommal, és pont felült ez a téma, és ő azt mondta, hogy azok az emberek, akik a legtöbbet akarják eltenni, sokszor azok hozzák a legtöbb hasznot és a legtöbb pluszt. Ez most is így volt, én úgy gondolom, mert a szilkáról hála azért nekik rosszat nem is tudnak írni, és nem is írtak. Az, hogy az árakban mennyire túloznak, mint anya mondta, valóban lehet venni a szilkából is több millió forintos öltönyt, azban több munka is van, tehát mondjuk egy Udi Szabó varja meg, lehet, hogy magasabb alapanyagból is készül, és mondjuk, hogyha kövekkel van berakva, azoknak is egy elég komoly értéke van, tehát lehet fölfele menni. Ez nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy egy automárkában is meg lehet venni a legegyszerűbb, legolcsóbb kategóriát, amivel lehet, hogy még navigáció nincsen, de ugyanak a márkának lehet venni a csúcskategóriás autóját több 10-20-30 millió forintért is. Na most ez ugyanez van nálunk is. Tehát én úgy gondolom, hogy megpróbálunk megfelelni az olcsóbb kategóriát, elérhetőbb kategóriás öltönyöknek, bocsánat, és fősületet meg nem szabunk mi. Most itt a népszerű zakó téma kapcsán egy kicsit elkanyarodtunk a Szilka meg a Kanizsai család történetétől, hogy hát ugye Hévízen volt ez a bolt, és aztán, hogy került az Andrássy útra, de még azelőtt egy panaszt szeretnék mondani, hogy ugye én kapok nagyon szép ruhákat, és kaptam ilyen nyakkendőt, most ezt nem kell bemutatni, de tessék megígérni, hogy megtetszik tanítani, mert mindig azt mondják, hogy egyszerű, és én nem tudom ezt megkötni rendesen. Ez a legegyszerű. Igen? Ez olyan, mint a csokornyakkendő? Nem, ez olyan, mintha nyakkendőt kötnem meg, csak
Tehát így átveszem, és így át, így, és akkor így. Hát csinálj meg, hogy csinálj egy nyakkendőkötést. Segítek, egy nyakkendőkötést. Te ne, ott van a izé, ott van. Na, a zsinórom, itt van, bocsánat. Zsinórom, ezt le kell venni. Hát így. Na majd ezt akkor megkötjük azt külön, jó? Azt inkább megmutatom, mert ez nem nyakkendőkötés, ezt nem akkor... így kötjük a nyakkendőt. Jó. Hévízről végülis az Andrássy útra a legelőkelőbb ilyenfajta környezetbe jutott el a Szilka. Ugye ezt a Szilkát, ezt ugye már így hívták ott Hévízen is, ugye, hogy Szilka, ez ki lett találva, egy ilyen sejemlelkű hölgy, ez ugye ez a hát sejmet. Hát itt fel is a Jágnak azt vették alapul, arról nevezték el Szilkának, meg az Ágnes, ugye? És hát az Andrássy úton most egy üzleti dolgot mondok, elárulok egy titkot, hogy én azt hallottam, hogy jó pár olyan bolt van, ami nem tudja fizetni a havi bérleti díját, de viszont a Szilka az bírja. Tehát ez már egy komoly megkülönböztetés. Ezért gratulálok, jó, ehhez nem kell semmiféle kommentárt fűzni. Viszont az, hogy ez a ruha most tulajdonképpen hova jutott el, tehát egy vendéglátós ember elkezd, hogy azért úgy értettem a ruhához, hogy ne érjen kellemetlenség az embert odáig, hogy most itt ott ül egy ilyen ruhában, ugye, ami én, ha jól tudom, ez egy saját kitalálásból ered. Az előzménye az, hogy én soha nem voltam konfekcióméret. Tehát nekem egész életemben divattervező vagy varrónő volt a ruháimat, vagy én rajzoltam meg, én terveztem meg, és aszfalták meg a varrónők, tehát még nem volt a Szilka. A cipővel is mindig problémám volt, mert 41-es a lábam, és hogyha megnézzük a magyar piacon, főleg az olasz cipőket, ami 40-esig van a legnagyobb méret, és az 39-es európai méretnek felel meg, tehát, de a büszkenő az a 41-es lábra is vette a 39-es cipőt, hogy csak csinos legyen. A Hévízen rengeteg magyar vevőnk lett, rengeteg. És mindig azt mondták, hogy figyelj Ági, luxus a Szilkába vásárolni. Most Nyíregyházáról még lejönni ahhoz, hogy ruhát meg akarok venni Hévízre, az dupla luxus. Csinálj egy üzletet Budapesten. Na jó, de hát azt lehetett volna Újpesten vagy Csepelen, már nem akarom megsérteni Újpestet vagy Csepelen, de ott olcsóbb egy üzletet bérelni. De drága Péter, hát a Szilkát azt hova tesszük? Az én... Hibáztam, igazt én hibáztam. Az én gyémántom, az én gyerekem. Hát a gyerekemet nem viszem Csepelre. Tehát amikor én pozícionáltam valamikor a Szilkát, amikor igen, én megnyitottam Hévízen ezt a szalon, én felvittem ilyen magasra. Uh-huh. Mert azt gondolom, hogy innen még lehet lépegetni a fölfelé. Mm-hmm. De ha ide pozícionálom, innen nem lehet ideig eljutni. Mm-hmm. Tehát itt a legteljesebb elegancia, evidencia lett, ezt már hallottam. Ez így van. És akkor Pest, és akkor az Andrássy út? Hát ott azért elég nehéz egyébként nagyon kapni. És én azt mondtam, hogy jó, feljövök, és hogyha az én általam elképzelt bérleti díjért kapok egy üzletet, akkor kiveszem. Ennek még az volt a feltétele, mert a magammal támasztott feltétel, hogy akkor nyílott az a nagy bevásárló áruháza az Andrássyn, vagy akkor volt utána ilyen pár hónapos, és azt mondom, hogy ha én ott fel tudok öltözni tetőtől talpig, akkor értelmetlen, hogy én nyissak mellette egy magyar márkát, mert nyilván nem élnek meg. És bementem abba a gyönyörű szép, csodálatos szép luxus áruházba, cipő természetesen 39-es volt, tehát nagyon jó alkalmány cipő volt, ott nyithatott. Mentem fel a ruhákat, és sehol nem volt, csak ezek a 3S-es, MS, tehát az nagyon, nagyon kicsi, nagyon vékonyak. És azt mondom, hogy jó, hát akkor megél a Szilka, tehát akkor innentől eldöntöttem, hogy tárgyalok az üzletre. És a tárgyalásnak az egy órával később eljutottam ahhoz az árhoz, amit én magamnak megszabtam. Tehát innentől kezdve azt mondtam... Tehát egy órán át kellett küzdeni, szkanderezni, lefele nyomni az árat? Hát érvelni, inkább azt mondom, hogy érvelni. És akkor egy órával később megegyeztünk az üzletnek a bérleti díjába. De ez nem úgy van, hogy oda bemegy az ember és rögtön használni tudja, hanem ott komoly építések vannak még. Igen, tehát át kellett alakítanom, az egy 100 négyzetméteres üzlet volt, az Andrássy út 7. Tehát az nem az, amiben most van? Nem, az egy, az, az, ami az a szomszédja, igen. És akkor abban a pillanatban rájöttem, amikor bementem, megnyitottam, hogy atya, úristen, ez kicsi, ugye nekünk javarészt egyedi kollekcióink vannak, vagy egyedi ruháink vannak, ami azt jelenti, hogy nem tudok kiakasztani egyet és nyolc a raktárba, hanem mindig ki kell akasztanom, ha el akarom adni, mert a raktárban nem tudok árulni. És akkor ugyan nagyon nem volt szép. És azt mondtam, hogy hát ez itt nagyon-nagyon nem jó. És nagyobb üzlet kell. És kerestem az Andrássy úton az üzleteket, hogy hol van nagyobb. És mindenki azt mondta, hogy normális vagy. Az Andrássy úton akarsz nagyobb üzletet, tehát van egy 100 négyzetméteres üzletet, ki tudod termelni a bérleti díját, mondom, de értsetek meg, hogy ez kicsi, nem jó. És
vagy a Jóisten hozta nekem, így senkinek nem kívántam azt, hogy de nyilván bezárt a szomszéd üzlet, vagyis nem tudta fizetni a bérleti díjat, és akkor én elkezdtem tárgyalni rá. De először szóba se álltak velem, hogy mit gondolok én, hogy egy magyar márka. Én nem volt, nekünk konkrétan egy üzleti tervet kellett írni, hogy ki a, mi a Szilka, mert hogy azt mondták, hogy, hogy magyar egy magyar márka nem fog ide bejönni. Tehát ide világmárkák jönnek az András. Ez a volt kapszula. Hogy majdnem ugye ez volt, hogy hogy gondoljuk, hogy ide mi be fogunk jönni, és egy nagyon komoly üzleti tervet kellett írni. És amikor mondtam, hogy Varodát, és meg Raktárat, és meg nem tudom hány nézet, mert onnantól kezdve, meg hogy leteszek 3 hónap kauciót, onnantól kezdve nyilván, hogy szóba álltak, mert elég nagy mennyiségű nézetmétert bér. Elünk, 3 havi kaució előre letéve, abban az üzletben szerintem az elmúlt 3 évben nem volt folyamatosan fizetve a bérleti díj, vagy nem kaptak arra az üzletre bérleti díjat, csak tőlünk, mert hogy mindig mindenki előtte csődbe ment, vagy hogy tönkre ment benne. És azt gondolom, hogy az Andrássy útot most sem a turisták tartják el. Tehát, hogyha őszintén akarom venni, nincsenek sok turista az Andrássy úton, tehát a magyar törzsevőkből élünk. Na most még mielőtt a jövőről kérdezlek téged, Tibor, azelőtt a jelenről kérdezem az Ágnes, hiszen kérdeztem azt ugye, hogy annak idején 18 éves korában ezek a szervák a férfiaktól hogy voltak. Na most itt van egy sikeres üzletasszony, most nem kezdem el ecsetelni, mert a kedves nézők látják, hogy mennyire szép és vonzó nő. Most egyedül van az üzlettel, és hogy eléggé munkamániás. Létezik egy olyan királyfi vagy herceg, akivel úgy olykor-olykor leül egy kávéra? Kire lányom van. Az az unokám. 9 hónapos, a világ legszebb kislánya, igazi hercegnő, minden egyes percem, amit szabad át tudok tenni, az az övé. Uh-huh. Tehát annál szebb érzést, ahogy ő tud szeretni, ahogy ő tud ragaszkodni hozzám, amikor 6 hónap vagy 7 hónaposan volt, és mentem le hozzá, és így néz rám, mintha én lennék az Isten. Hát uh-huh. Lehet annál szebb dolgot elképzelni? Hát tudja ezt egy pasi pótolni? Hát nem tudja pótolni, de azért hát egy pasi szeretne valamilyen mellékszerepet kapni ebben a történetben. És azt pontosan mondjam? Mondhatjuk így, hogy mellékszerepet kapnak. Olvastam talán éppen az ilyen 1 milliós zakó téma kapcsán, hogy hát ez egy ilyen Hévíz, Győr, Budapest tengelyű divat márka meg minden. Na most elgondolkodtam azon, hogy végül is az, hogy Hévíz, Győr meg Budapest, azt se kellene szégyelni, mert hiszen ha ezt mondom, nem tudom, Ausztriában vagy Hollandiában, a Hévíz is, meg a Győr is, meg Budapest is, az egy egész meg jó dolog. De te ennek ellenére te ennél többet akarsz. Az első franchise üzletünk az tavasszal fog megnyílni Győrben. És nem állunk ott meg, és megyünk, szeretnénk menni külföldre is. És tehát nyugat felé? Igen, nekünk az a tervünk, és a fejünkben az van, és ez tényleg egy cél, és bátran vállaljuk, hogy a Szilkából mi egy világmárkát fogunk faragni, és dolgozunk érte, és nagyon kemény munka. Hány év kell ehhez körülbelül, mert akkor megbeszélünk egy rendezvút. Én úgy gondolom, hogy az első, mint mondtam, az első franchise üzlet, ami Magyarországon fog megnyílni, ott még a hibákat ki lehet javítani, lehet csiszolgatni maga ezt a franchise-szisztemet, amit be fogunk vezetni. Külföldön már azért minimálisra kell a hiba lehetőséget tenni, de szerintem 2 éven belül meg lesz az első külföldi üzletünk, és onnantól fogva nem kell sok időket várni, még a következő 10 és a 40 Szilka világszerte mindenhol meg fog jelenni. Nem csak az énekes sikereidén, hanem mostanában azért is irigyelnek téged, hogy ilyen nagyon-nagyon szép fellépő ruháid vannak. Hát, hogy megújultunk. És igen. Mert azért itt egymás, azt gondolom, az élet arról is szól mindegyünk területén. Most ebben az esetben lehetek akár nem csak egy énekesnő, lehetek egy pedagógus, lehetek egy házi ember, egy igazi háziasszony, szó igaz értelmében, nem csak a konyhában, egy ott is nagyon szívesen, de én nagyon boldog vagyok, ez innen indult, hogy bizonyos dolgokban azt gondolom, hogy olyan személyiségek vagyunk együtt, kiegészítjük egymást. Én, mivel magam is nagyon sok mindenen átmentem, sok tapasztalatom van, mondom, nem csak a zenében, hanem minden, ami ezzel összefolyik, és attól is függ, hogy nagyon fontos számomra is, hogy a következő 50 évben, vagy ami jön még utánam, hogy én is milyen formában tudok megjelenni a koncerteken, hiszen újra aktív a Napóleon bulvárral is, újra játszunk lassan születést, napozunk jövő évben, 30 évesek leszünk, tehát visszafele számlálok, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokat köszönhetek AG-nek,
ajándéknak, mert ezeken a koncerteken és minden olyan jelenségben, vagy a televíziókban, vagy a kulturális fórumokon, fellépéseken mindenütt szerencsémre, boldogságomra ezekben a gyönyörű ruhákban énekelhetek, és ez legyen a templomi koncert most akár itt a közel karácsonyi időszakon, és azt gondolom, ez tényleg egy nemzetközi pálya is, tehát én is boldog vagyok, hogy lépünk tovább, hiszen a zene, az élet, a kultúra, és ehhez a kultúra egységhez tartozik az embernek, nem csak a gasztronómiai kultúráról beszéltünk, a Magyarországon is van egy olyan magasan megtervezett, lelkileg is fontos, és esztétikailag is fontos márka, a Silka Fashion, akinek azt gondolom, hogy részben egy picit lehetek a szíve, a rajongója, és az is nagyon fontos benne, hogy azért, mint a zenében is, a több generáció együtt tud érezni, hiszen itt a legutóbbi operaházi fotózásnál is nagyon kedvesek voltatok, amikor én vendégként is részt vehettem, sőt a saját portfóliómat is úgy meg lehetett, el lehetett készíteni, újítani. Én szerintem, hogyha valami politikus meghallja, hogy te hogy tudsz beszélni egy valakiről, vagy valakikről, de akkor azt hiszem, hogy azonban milliókat fogom. De magunkról, mert nagyon, ez nagyon, engem is felemel, nagyon minket is felemel. És ez igen, tényleg... ez a legfontosabb mellett a szeretet. És az, hogy mindennek mögött egy komoly munka és teljesítmény van, mert hiszek a tehetségben, és azért mondom, hogy remélem, hogy az életünk tovább így még folytatódik, és én is segíthetek az Ágikámnak és a Tibornak. Mert ilyen aranyosan és kedvesen eljöttél segíteni, nagy szeretettel majd a Napóleon bulvárral külön egy ilyen műsorban, hogyha ez tetszett, akkor majd meghívlak, jó? És akkor csak szépen. Napóleon bulvározni fogunk. És akkor most az Andrássy úti bulvárral fogjuk befejezni megint azzal, hogy köszönjük szépen, hogy itt tetszettek lenni, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tibor, és hát nagyon sok sikert kívánok, és hát tényleg én ezt az egész történetet egy ilyen regényes sztorinak tartom, mert tulajdonképpen akár egy ilyen tévésorozatot is el tudnék képzelni. És most egy olyan állapot van, hogy azért most egy kicsit takarékon is, vagy megnyugodva tud dolgozni a csapat, vagy ilyet nem ismer? Most nagyon nem. Most nagyon hajtunk. Hát akkor nagyon jó hajtást kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Igen. És nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a kedves nézők figyelmét is. Ez volt ma a Párosan szép, Kanizsai Szilka Ágnessel, Vince Lillával és Kanizsai Tiborral. Viszontlátásra!